Jaj, de nagyon messze van, közepében, közepében, két rozmarink bokorban. A 2017-ben alakult Vándorló Szépkorúak baráti körének kórusa nyitotta meg a több alkotó munkáit is bemutatott tárlatot a Tolnai Magházban. 15 éve kezdtem el a helyi a Tengerlicen, ott indult egy ilyen szakkör, és ott próbálkoztunk a csuhéval, és akkor azóta fejlődött ez ki végül is. Ezért ilyen hobbi szinten üzemesz végül is, és utána bekerültem a Szekszári Népművészeti Egyesület, ahol megy egy népművészeti egyesületbe, ott a Saj Kati pártfogolt, és akkor ő általa jutottam el odáig, hogy népiparművész lettem, hogy zsűriztettem, ő velük onnan tudtam, és akkor utána most már próbálgatom csinálgatni ilyen autodidakta módon. Kukoricaföldünk van, és akkor arról gyűjtjük össze. Valahogy kezelni kell, vagy? Nem. Ezt akkor az egész család bevonult, van egy pár hét, ahol én meg tudjuk szedni, hogy nem azik meg szép, és akkor mindenki szedi nekem a csuhét. Úgyhogy, és akkor télen az fölkerül ugye gyerekek elkerültek otthonról, az ő szobájukban van fönt, lent a szőnyegen, ennyi. És akkor ott szárazon van, és akkor ott mindig készen van. Először ilyen babákat csináltam, azt végül is én óvodában dolgoztam, és akkor onnan a gyerekekkel azt könnyebben megtudtuk, és akkor utána olyan kisebb dolgokat, ilyen alátéteket csináltunk minden, és akkor most tavaly előtt zsűriztettem le a dikót, az ágyat. Úgyhogy most az idén egy fotelt hoztam, vagy egy karosszéket, ami új, meg újságtartó, meg lámpát csináltam, úgyhogy most már próbálom. Volt egy helyi ismerős bácsi, aki a fa részét azt megcsinálta, és akkor azt mondtam be, hát ez durván egy 3 hónap, mert zsűriztetni szerettem volna, és sürgedett az idő, hogy kellett csinálni. Úgyhogy hát általában este tudok csak leülni, hát nekem is családom van, anyuka, idős anyukám, akiket el kell látni, és 8-tól éjfél 1 óra, ami belefér. Én nagyon szeretem, mert teljesen kikapcsol, minden hétköznapi gondot, bajt, mindent elfelejtünk vele, és teljesen csak annak élek, úgyhogy ezért is tudom csinálni, hogy este éjfélig, mert reggel én dolgozok, 6-ra megyek dolgozni. Azt, hogy a Vándorló Szépkorúak baráti körében mennyire szerteágazó érdeklődésű tagok vannak, az is mutatja, hogy ezúttal a csuhéból készült alkotások mellett csipkéket is szép számmal állítottak ki a magházban. Ma én 50-et hoztam, de mind ilyen kisebbek. Hát mindegyik, hát mindig az a legkedvesebb, amelyiket éppen csinálja az ember. Ez nem csipkeverés, ez csak sima horgulatővel csináljuk a csipkét. Van a csipkeverés, az a halasi csipke. Nem azt csináljuk, mi csak a sima csipkét horgoljuk. Az az igazság, hogy én ezeket majdnem mind úgy örököltem. A dédnagymamától, az anyukámtól, meg a keresztanyámtól. Van egy pár, amit én csináltam, de hát az a legkevesebb, de hát mindet úgy örököltem. Mindenkitől kaptam ezt, azt, és akkor így lett ez a sok. Mindig tudom, hogy ki csinálta, mikor kaptam. Úgyhogy ezek például, mikor a lányom született, akkor a dédi sokat csinált neki. Mi dédinek hívjuk, mert hát ő neki a déd nagymamája, és akkor hát így jutottam én is sok csipkéhez. Elég sok munka van vele, ha kisebb, mert én általában ilyen kisebb csipkéket, asztalterítőt vagy ágytakarót, ilyeneket én nem csinálok, csak ilyen kisebbeket. Hát az olyan egy hét, másfél hét, hogy én ráérek. Nyugtat, valamilyen szinten nyugtat, meg hát általában a nők szeretnek kézi munkázni. És én, mivel hát nálunk az anyukám is, meg hát a nagymama is csinálta, hát így én is.
igen részletgazdag goblengyből is jó néhány kikerült a Magház nagytermének falára. A tűgoblengynek a lényege a normálnál, ami egy szem, az a tűgoblengyben négy szem, úgyhogy sokkal aprólékosabb, de sokkal szebben kiadja a formákat. Én elmegyek a kézimunkaboltba, van ott egy katalógus, azokat lapozgatom, és ha valami megfog, én nekem azt meg kell csinálnom. És mostanában, amiket csinálok, azt mind családom belül elajándékozom. Szeretek másoknak örömet okozni, és hogy maradjon rám valami az utókor számára.